Négy nyíregyházi és hat megyebeli iskolában 22 tanár és 1650 diák bevonásával összesen 3840 órában folyik majd a Nyíregyházi Egyetem New Way című új programja. A 330 millió forintból megvalósuló projekt célja, hogy pedagógusok képzésével, a tanórán kívüli egyéni tanulási lehetőségek biztosításával a középiskolás tanulók megtapasztalják a nyelvtanulás élményét és használható nyelvtudást szerezzenek. Ezt egy nagyobb kontextusban kell elképzelni. Az órák tartását egy több hónapos, 8 hónapos felkészülési szakasz előzi meg, amikor a tanárok módszertanilag egy picit felfrissülve előkészülnek ezekre a speciális órákra. Ezek iskolán kívüli foglalkozások, tehát azt jelenti, hogy délután tartják őket a kollégák. 2020-tól a felsőoktatási képzést csak azok kezdhetik meg, akik rendelkeznek középfokú nyelvvizsgával. A tanórai oktatást kiegészítő foglalkozások célja az is, hogy a középiskolai évek végére minél több diák rendelkezzen középfokú nyelvvizsgával, vagy tehessen azzal egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségét. Iskolánként 4-4 csoportot alkotnak majd, ideális esetben, de ezt szugalmasan fogják kezelni, A1, A2, B1, B2 szintű csoportokat. Ez azt jelenti, hogy lesznek felzárkóztató csoportok, és lesznek tehetséggondozó csoportok. A projekt célja az, hogy a középszintű nyelvvizsgára készítse a diákokat, illetve az emelt szintű érettségire. A program részeként a pedagógusok a szinteknek megfelelően új segédanyagokat is összeállítanak. A diákoknak pedig lehetőségük lesz próbanyelvvizsgát tenniük, illetve két turnusban összesen 80 diák angliai tanulmányi úton is részt vehet. Az oktatásban a Nyíregyházi Egyetem hallgatói is bekapcsolódnak, amellyel a tanulók nyelvi képességeinek fejlesztése mellett a felsőoktatás és a közoktatás kapcsolatát is erősíteni kívánják.